Miért nem hoztad ide Rattleremet? De uram, 2000 dollár a javítás, nekem nem mondd meg, hogy mennyi a javítás, Csikó! A Rattleremet kérem, de csak Pumát tudtam hozni, uram. Pumát? Akkor már engem jogulát hoztál volna! You die, Csikó! You fucking cocksucker! És nem tudom megölni. Scarface végigjátszás folytatás, Gate Norby, Val, és természetesen dolgozunk újra Félix barátunknak, meg annyira is még Félixet, hogy még a filmben se volt benne, de ő a legjobb barátunk. Nagyon jó! Jövök Tony, nem vagyok áruló, de úgy nézek ki, most jár. Ó, és elnyomta a Norbit a zenét. Úgy nézek ki, mint a kaszinó tulajdonos barátom, most járt el amúgy. Félix is kb. Úgy néz ki, mint az a kaszinó tulajdonos ember volt. Ó, de jó, drogdíle... Ki, meg kell ölnünk? Kit? Ja, azt hittem már téged, mert nyugodtan. Vigyázat, Robert barátom, óvatosan. Ez jó szám! Hú, messzen, hú, hát hogyha már nem popot hallgatunk, akkor már hallgassuk ezt a húba. Hú, messzen, húba. De fogjunk erre, nem mert majd arra... De ezt jól elmondom. Nem lehet majd arra menni. De ezt jól elmondtam megint. Hol vannak ezek? Mindjárt inkább másik mellékötést befogok. Wrong way driving. Ja, hogy ez tetszik. Hogy mondjuk? Mintha elütöttük volna izét. Elütöttük volna valakit. Az már nem a mi. Bajunk! És a miénk is, de... Na. No. És itt van valahol csónak, vagy valami? Hát jó, hát majd hívok csónakot, nem kérdez csónak, ugye Robert? Ah, ez jó lesz, ez is tökéletes, a szétlőgőket, de olyan hangos ágyúja van, de akkor is szétlőgőket. Gyere csak ide! Ki vagy te? Nem Robert jön velünk? Na mindegy. Oho! Ja, hogy ő az? Jó van, úgy látom izéje van. Ilyen két éltű jármű, vagy két élő. Kicsit hangos. Csak a dobhártyám szokott be, de semmi baj. Ó, hoho! Éles kanyar jobbra. Óvatosan félnök, nekem nem mond meg. Fucking kakszakön marikon, hogy én jobbra vagy éles kanyar csináljak. Jó van, félnök, jó van, ki vagy rúgva, de... Kivenné a csónakból, de víz van, nem tudok úszni. Kérdeztem. Rövid pályafutása volt annak a hajónak. Gina is mindig ilyen kis hajót akart. Azóta utána ezeket a retkes hajókat! Elég volt ebből számolt. Na, végre valami Scarface. Mothers all told me always lie. Ti. Vigyél haza elég pénzt az esti mulatozásba. Ohoho, rosszra érti haver. Jézus! És eltaláltam az embert. Milyen fájdalmas lehet én ágyúval eltalálni. Mindegy, azért nem szeretném. Nem fog itten a... szerintem a bácok egy hajó ágyúja eltalálni, de a Shiggy Rap, hogyha eltalál. Ez a hajó irányítása még rossz, mint a kocsik. Ja, hogy nem hallotok? Tessék, én sem hallok semmit. Jó van. Nem mondjátok, hogy beakadtam a homokba. Nem meg Chris Trudy. És majd fogadjunk ezután még beszélni is kell valakivel a szárazról. Azt hittem már nem tudtam eltalálni, mert engem izé kint Kolumbiában, ott a szigeteken könnyen el tudnod találni. Én nem tudok eltalálni senkit. Hogy van ez? Ez a csalás. Na, ki tudunk menni, hogyha a játék is úgy akarja. De nem akarta úgy a játék. Most öltöném, tiszta vizes lett. Csikó, gyere, törölj meg.
Ó, és most én leülök egy kicsit. Ó, 102 000 volt azokban a ládákban. Mert többet keresem, mint izé a Balázs műsorában annó a szép. Mondjuk azok nem ládák voltak, de akkor is. Na, az is gyalogolunk, itten gyalogolunk. Ahol Manny mondta, hogy hát ez a izé, Eszkaúra, vagy mit tudja, hogy milyen utca. Ó! Oh, hello! Tony vagyok. Kérsz egy kis fagylaltot? Ó, köszönöm a 98 000-et. Azt hiszem, hogy én most mentek egyet, mert 200 000 is, 200 000 is, úgyis itt van közel a bank. Vagy inkább Rattler barátom, na, ott a csajatta újrajavított társadat, vagy hogy mondják, de akkor is mentek, ha Rattler, ha nem Rattler. Hiszen egy elég komoly üzletet fogunk lebonyolítani, és egy végzetes gomnyomás, egy későn nyomott T-betű végzetes lehet. És ha esetleg végzetes lenne, akkor van egy kis játékállás betöltés. Mondj még egyszer, Félixnek nem csinálom meg ezeket a küldetéseket. Hello? Jaj, nem ám még a 640... Jézus már, mi ez a... Tudod mit? Dile tervezem. 50%, tegyél rá 50%-et a 600 dollárra, bazd meg. Na. Kit érdekel? Favorite customer, ilyenkor 300 dollár elnyertél tőlem, akkor nagy ember vagy tényleg. Na. Favorite customer. 250 000 dollárért vegyünk egy kis porcukrot. Ha. Nem mondtál semmit? Csikó, menj már az útból! Csikó! Te nem jössz nem a szigetekre. Na a végén még napszúrás kapsz. Nem mint a Miami-ban, hogy nem tudnál napszúrás kapni, de na. Én még a főnök. Nem, akkor én mondom meg, hogy te hová menjél, Csikó. Úgyhogy menjél hazafel azt. Beszélgessél a lányomban. Pa-pa-pa-ra-pa. Ó, még közel is kell jönni, jó van, mert nem szeretek én sokat gyalogolni. Tony mondta, nem teheti meg, hogy sokat gyalogoljon. Na! Fucking Maricon! Beszélgessünk. 30 kiló! Nem! Vissza! Történt valami? Nem hiszem. Félix? Gyerünk, Félix barátom. Bonyolítsunk le egy jó kis üzletet. Most vagyok megint ez egy kocsit kérni, úgyhogy inkább futok. Ne ezt a zenét már! Ezt kell megint. Anyátokkal szórakozzatok. És Reggie Mix. Kirakta ezt bele? Vagy reg. Na. Hülyeséget beszélem már, nem reg. Akkor várhatok én pop zenét. Na, most a hidroplánnal megyünk. Eddig se azzal mentünk, de mindegy. Aj, nem, ez a ruha nem tesz jót a közérzetemnek. Na mindegy. Fucking die! Hey! Ja, let's go tonight! Ó, mi az ég is. Inged van, ez a megtévesztés a művelet. Na most már csak vissza kéne vinni épségbe a drogot, 30 kiló gyerekek, ho-ho-ho! Szerintem Esztert még soha nem volt 30 kiló a zsebemben. Vagyis a videó alatt biztos nem volt. És nem a cigarettás hajóval megyünk. De lehet azzal megyünk. De a másik cigarettás hajóval megyünk. Na most azt kell kijelölni nekünk, hogy merre a legközelebb. Erre. Itt lesz annyi. Akkor nem ennyi. Erre lesz a legközelebb elmennünk vissza Miami-ba. Aj, már ott a helikopter. Érzem, hogy amúgy videón kívül, mikor nem szenvedtem azzal, amikor nagy visszatérés volt a Scarface végigjátás sorozatban, vagy történetében. Én úgy 20 kilót szereztem, de ki is írtam, nem biztos. Akkor, ha hiszitek, hanem, hogy ötször nekik újra próbálkoztam kijutni a szigetekről 20 kilóval. Mindig szétlőttek ezek a retkek. De megint jön. Egyszer a Rattlerrel a falba passzíroztam magamat.
pedig nem is voltam falnál, vagyis a fal mellett felrobbantam egyszerűen. 20 kiló ne oda, úgyhogy lehet mentés lesz, hogyha visszajutunk Miami-ba. Na és már úgy látom, ott van a határ. Megyem már a határba egy kis kukoricát kapálni. Jó. Elmesztre. De Jason Statham milyen boldogan ültött mellett. Akisztály. Chicken school. Gondolkodjunk. Itt jó lesz. Nagy gondolkodásod. Ducky school. Na hol van a helyünk? Ott. Igazából még egyszer sem lőtt rám rendőrségi csónak, vagy hajó, nevezik hajónak. De igazából, hogyha eltűnik a térképről, akkor adna be újat. Például most eltűnik majd egy a térképről, bejön szembe egy új. Igazán rafinás megoldás. Jaj, három is. Gyorsan. Jó, már. De semmi baj. Jó. Na, Jézus már. Mindig itt vagyok lusta, elmenteni a játékot és innen folytatni. De most szerintem elmentem, én félek. Úgyis van, most járt el, hogy van limuzin gyerekek, hát egyből ott lehetünk. Hogy tartsa ez a telefon, Tony? Már bocsánat, haver, hogy rátszoltam végre, de hogy kigyere a monitorba, azt lelői engem. De akkor is. Ja. Gyorsan elmegyünk a bankba. Nem, Tony, nem oda. Kocsival gyorsan ott volna. She's alright. Nem oda. Közeledünk. Ja, csak ide tudunk menni. Vagy akkor ez felesleges volt. Nem tudom én kijelölni. Például én ide akarok menni. Na. Ide akarok menni. Az berak ide. Hol vagyunk? Gyerekek! Ki, mi ez a Ariel izé? Nem... Nem tudom, hogy Rattlerrel csináljam meg, vagyis hogy vigyem el a cuccokat, a porcukrot a boltjaimhoz, vagy egy másik kocsival, ezen még erősen gondolkodnom kell. Umma free! De remélem most már a izémhez a